Ha olcsón és gyorsan szeretnél FIFA zsetont vásárolni, látogass meg a fifacoin.com oldalát és használd a bazsi kuponkódot 5% kedvezményért. Minőségi mezekért pedig látogass meg a techtopjersey.com oldalát és használd szintén a bazsi kuponkódot. Linkek a leírásban. Na szavaztok srácok, itt vagyunk egy újabb Liverpool karriermód részben. Soha nem gondoltátok volna szerintem, hogy csak pár nap kihagyás lesz a két rész között, de tényleg itt vagyunk, és a Dortmund ellen fogunk ma kezdeni, ami azért nem lesz egy rossz dolog. És nagyon örülök, hogy az előző rész amúgy sokaknak tetszett, több mint 1000 like van rajta, úgyhogy király lenne, hogyha esetleg erre a részre is elérnénk az 1000 like-ot, úgyhogy ha még nem tettétek meg, akkor csapjatok egy like-ot, legyetek szívesek, és megpróbálok megint ilyen rövid időn belül újabb részt csinálni nektek. A következő amúgy brutális lesz, az egyszer biztos, mert olyan meccseink lesznek, hogy nagyon kemény lesz, viszont ma a Dortmund ellen fogunk kezdeni, ahogy már mondtam is, a csapattal, illetve Sturridge-el, ugye Firmino sérült sajnos, de Sturridge viszonylag jól fogja tudni szerintem pótolni, ugyanis nagyon szép kis gólpasszosztó formában van a fiú, úgyhogy ja, szerintem kezdjünk is bele egyből itt a meccsbe. Dortmund ellen a szezonban eddig kettőször játszottunk, egyszer se sikerült nyerni, de remélhetőleg ma megtörik a jég, és sikerül legyőzni őket. Mahrez mit keres náluk, azt ne kérdezzétek. Jó, Sturridge. Ho-ho-ho-ho, Daniel Sturridge, a cserecsatár, aki hogyha így folytatja, akkor nem csak cserecsatár lesz, hanem laza kezdő is. Az előző mérkőzésén 2 gólpasszt osztott, most pedig 9 perc alatt bevette gyönyörű szépen a Dortmund hálóját, méghozzá egy eléggé szépen eltalált lövésből. Ből. Öcsém, na mindegy. Nagyon szépen átvette. Bürkinek pedig sok esélye nem volt. 1-0. Az gyönyörű játék. Lövőcsel, undorító, de én ezeket szoktam csinálni. Sturridge majdnem megvolt a második. Coutinho, az keresztbe elküldi a felső sarokba, Felipe Coutinho. Gyerekek, 2-0. Most úgy néz ki, hogy sikerülni fog legyőzni a Dortmundot, ne kiabáljuk el. Nyilván kiadtam úgy a gólpaszt, tehát egyértelmű szerintem. Óriási, nagyon szép gól volt, gyönyörűen találta el. És Bürki megint lemaradt, nem maradt le, esélyese volt, mondjuk így. 2-0. Nem tudom, Salát én nagyon szeretem való életbe, de FIFA-ba hihetetlenül nem. Egyszerűen nem olyan, mint valójában. Sokkal rosszabb. De Marcos, ez be fogja adni, hát ez üresen hagytuk a Guerreirót. És mi volt ez most amúgy? Ja, lefújták a fél időt, jól van. 2-0 ide. Jó kis eredménnyel fordulunk, úgyhogy meg lehet ez a mérkőzés eléggé. Nagy esély van innentől már rá. Hú, de szép volt. És Coutinho keresztbe, 3-0, csá! Filip Coutinho, gyerekek. Ő is óriási formában lendült, mert eddig nem volt abba. Egy kis csel, Toprakot megetette, kis huzingálás, és ment az alsóba a labda. Óriási. Jó, Coutinho kapja vissza, és nagyon-nagyon jó labdát ad. Mané, keresztbe, kapufa. Kapufa. És itt a mérkőzés vége. Végre legyőztük a Dortmundot. 3 meccs kellett hozzá, hogy sikerüljön, de sikerült. Coutinho-nak, illetve Daniel Sturridge-nak köszönhetően. Óriásit játszottak mind a ketten. Jobbak voltunk, nem sokkal, de azért uraltuk a mérkőzést teljes mértékben. Elégedett vagyok a teljesítményünkkel. Jöhet a következő mérkőzés, ami fogalmam sincs ki ellen lesz, úgyhogy mindjárt megnézzük. Következő mérkőzésünk idegenben lesz a West Ham csapata ellen. Kicsit elkezdene kezdeni komolyabban venni a bajnokságot, én úgy érzem. 5. vagyunk, egyáltalán nem rossz, illetve ha nyerünk, akkor 4. leszünk, de nekem ez nem elég. Én ott szeretnék lenni azon az első helyen, ahol a United van jelen pillanatban. Úgyhogy bele kéne húzni a bajnokságba. A West Ham nem olyan rossz eddig. Lényegében 1 ponttal vannak lemaradva tőlünk, úgyhogy tényleg nem rosszak.
És következő meccsünk a West Ham után a Southampton ellen lesz, akik szintén nagyon jók, ugyanannyi pontunk van jelenleg, úgyhogy ezt a két meccset az alcsapattal fogjuk lenyomni, mert fontos mind a kettő, de nem tudjuk lenyomni az alcsapattal a nem nyomjuk le, mert azért a Barca elleni BL az egy kicsit fontosabb, mint egy sima bajnoki, úgyhogy akkor B csapattal játszunk majd a Soton ellen. Az necces lesz. Na mindegy, viszont most ne törődjünk ezzel, kezdjünk bele a West Ham elleni meccsünkbe, a csapattal. Elő kellett vegyük megint a kukásmezünket, esküszöm nem nézem úgy ki rosszul. Legalább így tudom, hogy ki kivel van, így 100%-osan. Az a helyzet, hogy ezt a meccset mindenképpen meg kell nyerni. Úgyhogy úgy kéne játszani, srácok. Antonio Banderas be is lőtte. Édes Istenem. Hát volt egy lövésük eddig, és Antonio beverte. Ki kéne sétálni az öltözőből, és el kéne kezdeni akkor ezt a meccset. Mert ez így nem lesz túl jó. Jó, Szala, várjál. Egyszer. Jól leráztuk a védőt, Szala. Hard. Az első félidőre 1-0-ás hátrányból fordulunk. Vagy a második félidőre, bocs. Hát egyetlen egy darab lövése volt az ellenfélnek. Az be is akadt. Szala. Kapufa Mané gól. Egy van. Les volt. Nem mondd már, hogy les volt. Pedig milyen szép volt ez a szabadrugás. A bíróba meg beleállt a kamera. És kajak les volt. És egy jó labdát adnak, és figyeld meg, hogy gól lesz belőle. Nem. Az előző részben B csapattal megvertük őket 2-0-ra. Most A csapattal kikaptunk tőlük 1-0-ra. De erre már nem tudok mit mondani. Jó van. Lényeg, hogy sikerült 3 pontot szerezni, nyilván. Jöhet a következő meccs. Visszatért a sérüléséből Roberto Firmino, aminek most hihetetlenül örülök. Ugyanis Sturridge az előző mérkőzésen olyan szinten eltűnt, mint az állat. Chan helyére jön Wijnaldum. Salah pedig a szezonba többet már nem lép pályára szerintem. Mert támadó ereje az nulla a Palinak, viszont labdaszerzésekben egyszerűen rohadt jó, de nekem nem ez kell egy támadó szélsőtől, tehát hogy így nem tudom. Na mindegy, ezentúl így fog kinézni az a csapatunk, és tudom, hogy azt mondtam, hogy B csapattal játszunk a Southampton ellen, de ezután a vereség után muszáj 3 pontot szerezni ezen a mérkőzésen. Úgyhogy A csapattal játszunk, és majd meglátjuk, hogy milyen állapotban lesznek a Barca elleni következő BL meccsünkre. Srácok, nem tudok mit csinálni, a bajnokságban is kell pontokat szerezni, nem csak a BL-ben, úgyhogy kezdjünk bele a meccsbe. Ez most egy nagyon muszáj győzelem lesz, remélhetőleg. Ez büntető. Tökéletes kezdés, már csak be kéne lőni. Steve Davis volt szabálytalan. Na, Roberto Firmino visszatért, és gólt is lő egyből. Nagyon jó. Nagyon helyes, így kell csinálni. Ki kell használni. 5. percben már vezetünk egy büntetőgóllal. Sokkal jobban kezdődik a mérkőzés, mint az előző. Úgyhogy ez már pozitív. Ez még jobb. 2-0. Oxlade Chamberlain is visszatért a keretbe, gyerekek. Vagyis hát a csapatba. Na, erre vártam, ez kellett. Ez a 2 változtatás kellett, és újból megy a csapatnak a játék, hihetetlen jó. Mané olyan gyors, hogy nem tudják leszerelni, Coutinho pedig, hát most egy picit tovább pöcködte. Chambó pedig gyönyörű szépen behelyezte az alsó sarokba. Jó, itt az első félidő vége, 2-0, úgyhogy nagyon jól állunk jelenleg. Helyes. Én azt mondom, hogy nagyon helyes. Ennek így kéne lennie.
Így is van szerencsére, úgyhogy minden a legnagyobb rendben. Klein. Jó, Coutinho. Forster. Coutinho nagy formában van amúgy. Ma eddig olyan két gól passz. Firmino. 3-0. Firmino visszatér, gyerekek. Nem kicsit. Roberto Firmino két góllal tért vissza a 2,5-3 hetes sérüléséből. Szerintem egyértelműen hasznunkra vált, hogy játszottuk ezen a mérkőzésen. Sok esélyt nem hagyott Forster kapusnak, negyedik Premier League gólja a szezonban Roberto Firminónak 3-0 közben, úgyhogy nagyon jók vagyunk. Az Mapau, azt úgy bepasszolta az Zamizé. Ez igen. Ezt olyan szépen csinálták, hogy elfelejtettem beszélni. Nagyon jó. Gabbi Addini szépített. Gól nélküli meccseket lehozni. Firminónak meg kell legyen a mester hármasa. Firmino! Roberto Firmino, gyerekek! Óriási formában van a fiú. Jó, mondjuk ez kötelező volt belőni. De hát Firmino visszatért. 3 góllal. Ó, hát ez easy volt nagyon. Jól van. Szerintem megvan, hogy ki az első számú csatárunk. Sturridge-nak sok lehetősége idén már nem lesz nagyon. Ugyanis azért Firmino egy kicsit jobb. Nem kicsit. 3 lövése volt, ebből 3 be is ment a kapuba. Gyönyörű szépen Roberto Firmino, egy vadállat, kérem szépen. Hát ilyen győzelmeket szeretnék ilyen szintű csapatok ellen. Ez most jó volt nagyon. Viszont az megint csak vicces, hogy egy lövése volt az ellenfélnek, az bement. De mindegy. Firmino visszatért, az a helyzet. Óriásit játszott. Jól van, 4-1, 3 pont a zsebben. Na srácok, hát ezzel az óriási győzelemmel fejezzük be ezt a részt, a következő részben pedig a Barca ellen kezdünk, illetve lesz majd még 2 nagyon komoly mérkőzésünk, de ezt még nem mondom meg, hogy kik ellen, az biztos, hogy izgalmas lesz a következő rész, és ja, viszont már ennyi lett volna, hogyha tetszett és még nem tettétek volna meg, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem lennétek, és találkozunk hamarosan a következő részben. Szevasztok!